Sok szeretettel köszöntelek. Ezt a gyakorlatot azoknak javaslom, akik tenni akarnak a békéért. És nyilván önmagukért is, mert minden belőlünk indul ki. A meditáció önmagában is elvégezhető, de ha előtte imádkozol, mantrázol, azzal még jobban ráhangolhatod magadat a szeretet és az együttérzés rezgésére, és azáltal hatékonyabb lesz a gyakorlat. Ha félelem van benned, vagy aggódás, akár a háború, vagy bármi más miatt, akkor feltétlenül javaslom, hogy mantrázás nélkül ne állj neki meditálni. Előveheted saját kedvenc imádat, mantrádat, ami megfelelő állapotba helyez, de hogyha nincs ilyen, akkor mindenképpen javaslom az Om Mani Padme Hum mantrát, ami a szeretet és együttérzés mantrája. A buddhizmus szinte minden tanítása összpontosul benne, de ennél a mantránál nincsen szükség semmiféle beavatásra, nem kell, hogy buddhista legyél, teljesen mindegy, milyen vallásod van, alkalmazhatod, ez még nem fog letéríteni a hitedről, nagyon magas és pozitív erőket tudsz vele mozgatni, segít lecsendesíteni az elméd, szívedbe meghozza a hála, szeretet és az együttérzés melegségét, amiből majd jól tud táplálkozni a meditációd. Ezt a mantrát 108-szor érdemes mindenképpen megismételni. Ez alatt az idő alatt nagyon jól át tud téged hangolni, téged is és a körülötted lévő világot is. Ezt a meditációt a mantrázással együtt én minden nap reggel 6 és fél 7 között el fogom végezni, egészen addig, amíg nem rendeződnek itt körülöttünk a dolgok, és felajánlom ezt a gyakorlatot és ezt a meditációt azért, hogy megjöjjön a béke mindenféle szinten, mindenféle szempontból. Ha van kedved, csatlakozhatsz hozzám ebben az időszakban, hogyha neked ez nem alkalmas, vagy nem tudod megtenni, akkor bármikor elvégezheted. Minden számít, minden mantra, minden meditáció, és minden ember, minden pillanat, minden óra segít abban, hogy támogassuk, hogy minél előbb helyreálljon a rend bennünk is, és a körülöttünk lévő világban is. A mantrázáshoz teszek fel ide egy linket, azon keresztül tudod majd gyakorolni. Most pedig következik egy vezetett meditáció, amit hogyha rendszeresen végzel, akkor meg fogod tanulni, és nem feltétlenül lesz szükséged arra, hogy engem hallgass, de az első néhány alkalommal érdemes így végezni a gyakorlatot. Ha végeztél a mantrázással, helyezkedj el kényelmesen, és vegyél néhány nagyobb levegőt, hogy orrodon beszívod a levegőt, amennyit csak bírsz, és hosszan, lassan kifújod a szádon keresztül. Még vegyél nagy levegőt, orrodon beszívod a levegőt, amennyit csak bírsz. És nagyon hosszan, lassan kifújod a szádon keresztül. Orrodon beszívod a frissítető energiát. Szádon kifújsz mindent, amire nincs szükséged. Még egy utolsó nagy levegőt vegyél. Jó, megnyugszik a légzésed, és már csak az orrodon keresztül áramlik a levegő, orrodon be, orrodon ki. Figyeld a levegő áramlását. Gondolatok jöhetnek, mehetnek.
Ne akard megállítani őket, vidd a figyelmedet ilyenkor az orrodnál álló levegőre. És figyeld, ahogy ott, mikor beszél ott hős, kifúlt, langyos. Figyeld az útját, merre megy, hogy áramlik szét a testedben. Most vidd a figyelmedet a mellkasodhoz. Figyeld a melegséget, szeretetet, amit az imáddal felébresztettél, felerősítettél. Figyeld meg, hogy minden lélegzett vételeddel, minthogyha elkezdene nőni a szeretet tere. Már nem csak a szívednél érzed, nem csak a mellkasodnál, az egész felső testedben ott tombol ez a szeretet energia, a karjaidban. Érzed a fejedben. És minden légvételeddel nő ez a tér. Mert az egész testedet beborítja, és a körülötted lévő teret. Betölti a szobát. Beborítja az egész lakást. Ahogy veszed a levegőt, úgy nő ez a tér, folyamatosan tágul. Mind messzebb érsz el. Már az egész házat. Sőt, a körülötted lévő házakat is eléred. Kiinduló pont a szíved, ami folyamatosan árasztja szeretetét. Befeded az egész utcát. A körülötted lévő utcákat. Az egész várost. Ez az erő eljut mindenkihez, aki fél, szenved, beteg. Erőt ad neki a nehéz napokon. Minden lélegzetvételeddel egyre messzebb és messzebb érsz el. Terjeszted a szeretetet és az erőt. Lefeded az egész megyét. Az egész országot, ahol élsz. Kifogyhatatlan forrásod beborítja szeretetével az egész kontinenst. Majd az egész földet. Minél többet adsz, annál többet kapsz, hisz az igaz szeretet így működik. A
Ahogy nő a belőled áradó szeretet, feloldódsz ebben a szeretett térben, feloldódsz az univerzumban, és egyé válsz vele. Eltűnnek tested határvonalai. Feloldódsz a térben, a szeretetben. Minden sejtedet átitatod ezzel a szeretet energiával. Minden gondolatod kitisztul. Élvezd ezt az állapotot. Lassan visszatérsz gondolatban. Érzékeled a testedet. Megmozgatod az ujjaidat. Vegyél egy nagy levegőt, orrodon beszélj, arcádon kifújjál. És amikor úgy érzed, kinyithatod a szemedet. Köszönöm, hogy velem voltál. Nem a magam nevében, mindannyiunk nevében, az egész emberiség, az egész Föld nevében. Köszönöm, hogy tettél értünk. Legyen szép napod!